Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Kenyérkóstolós Dombóváron kiválasztották az idei év város kenyerét. A Dombóvári Szívklub Egyesület előkészületei Dombóváron rendezik meg a Szívegyesületek országos találkozóját. Újabb útszakasz köti össze a két szomszédos megyét, új utat adtak át Gölle és Attala között. Hippokratész emlékérmet kapott dr. Tóth Mária, az elismerést dombóvári orvos vehette át. A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is kiválasztották Dombóvár város kenyerét. Erre az alkalomra az Európa Pékség kínált többféle kenyeret, melyek közül egyöntetűen egy kevés kovásszal készült forma kenyér került kiválasztásra. Az Európa Pékség a tavalyi évhez hasonlóan a kenyér eladásából származó bevétel egy részét 2023. augusztus 20-a és 2024. augusztus 20-a között egy helyi civil szervezet számára ajánlja fel. Az Európa Pékség által kínált kenyerek kóstolása után Pintér Szilárd, a város polgármestere, kiválasztotta az idei év város kenyerét Dombóváron. Az Európa Pékség a kiválasztott kenyér eladásából a következő egy évben befolyt összeget egy helyi civil szervezet támogatására fordítja. A helyi civil szervezetekre a város oldalán lehet szavazni augusztus 14-én 18 órától. Augusztus 20-ára minden évben megválasztjuk Dombóvár város kenyerét. Nyilván szerencsések vagyunk, hiszen a városban működik több pékség is. Ugyanaz az elmúlt években száma már kopott, hiszen ma már csak kettő pékség működik, ahol sütnek is friss kenyeret. Ezek közül most már második éve a belvárosi pékség, az Európa Pékség biztosítja ezt a terméket. Nagyon fontos, hogy ez egy egyéves együttműködést alapozunk meg ilyenkor, hiszen miután itt kollégámmal kiválasztjuk a tulajdonos ajánlásával együtt elfogadjuk, hogy igen, valóban ez az a kenyér, ami legyen 2023-ban Dombóvár város évkenyere. Ma este elindítunk egy szavazást, ahol lehet arról szavazni, hogy a kenyér értékesítéséből befolyó vételárból, amelyet a tulajdonos minden évben jó szívvel felajánl, melyik civil szervezet kerüljön támogatásra. 2023. augusztus 20-án szentmisét követően a tavalyi győztes továbbadja a lapátot, átveszi az ajándékot, és nyilván indul egy gyűjtés újból, amivel a szavazatok alapján kiválasztásra kerül, 2024-ben kikapja meg ezt a támogatást az Európa Pékségtől. Nincs jelölés, a Dombóvári Civil Tanács tagjai közül az összes civil szervezet jelöltként indul, és a közönség szavazza meg, hogy 24-ben kikapja meg ezt a támogatást. Gyakorlatilag ma este indul a szavazás, 17-ig, 8-ig lehet szavazni, kollégáim összesítik, és 20-án már meg is kapják a díjat, hogy ők 2024-ben fogják kapni azt az utalványt, amelyet az Európa Pékség számukra biztosít az értékesített kenyerek befolyt vételárban. A megválasztott kenyér egy fehér, búzalisztből kevés kovász felhasználásával készült forma kenyér lett. A mai napon ezeket a terméket, amit hoztunk, lehet látni, van ez a ez is úgy nevezünk, hogy házi jellegű kenyer, de adalék nélkül. Ez ilyen lepényforma kenyer, ahogy leváltunk és megettünk, ez is adalék nélkül. Ez ilyen formás, ilyen van, ez fél kilós, ez francia, ez ilyen kiflis forma kenyer, ez tepszis, meg van ilyen virág, mondjuk ez virág forma. És ez ilyen tepszis kenyer, ami egy fél kilósból áll, és mindegyikből legyen egyforma a vágás, ne kelljen használni a kést, inkább akkor szoktunk így kézen, mert ez finom. A titka a kenyernek nekem nem szabad árulni, mert ez maga a szó azt jelenti titka, de a mi kenyerünk 25 éve itt gyártunk Dombóváron. És jelenleg is már több évre, és azt hiszem, hogy a leghíres pékség, aki már minőséget bizonyította, hogy jó minőséget gyárt, és a vevő érdekébe csinálja a dolgot, nem csak a saját. Az idei már a 6. alkalom volt, hogy szavazást indítottak a Városunk Dombóvár Facebook oldalon.
Ezen a közösségi oldalon augusztus 14-én 18 órától várják a szavazatokat arról, mely szervezet legyen az, amely a következő egyéves időszakban befolyt összegből támogatásban részesülhet. Az idei évben Dombóvár városában rendezik meg a szívegyesületek országos találkozóját. A rendezvény augusztus 25-e és 27-e között zajlik majd több mint 300 résztvevővel. A szervezési és koordinációs feladatokat a Dombóvári Szívklub Egyesület és Dombóvár városa közösen látják majd el. Az idei évben Dombóvár városában rendezik meg a szívegyesületek országos találkozóját. A rendezvény augusztus 25 és 27 között zajlik majd több mint 300 résztvevővel. A szervezési és koordinációs feladatokat a Dombóvári Szívklub Egyesület és Dombóvár városa közösen látják majd el. A jelentkezők különböző sportágakban, csapatokban mérhetik össze tudásukat, ügyességüket. A háromnapos rendezvényen a program részét képezi a város megismerése, a helyi értékek bemutatása is. A Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége minden évben rendez egy ilyen országos sporttalálkozót, és az idei évben mi kaptuk ezt a megtiszteltetést, hogy nálunk rendezzük meg ezt a versenyt. Körülbelül 300 résztvevőre számítunk, összesen 12 egyesület tagjai fognak jönni az ország különböző részeiből, tehát Miskolcról, Budapestről, Szolnokról, Zalaegerszegről, tehát sok helyről jönnek ide. Általában futás, úszás, gyaloglás, az mondjuk most vezettük ezt be, hogy legyen gyaloglás is, de teke, aztán lövészet, kosáradobás, röplabda, foci, tehát mindenféle sportágban összemérhetik a tudásukat, és ugye a külön érdekessége az egésznek, hogy ez főleg azért ilyen 60 év felettieknek a sporttalálkozója. Közöttük sok olyan van, aki valamilyen koszorúérbetegségen vagy egyéb műtéten átesett, úgyhogy ez különösen fontos számukra, hogy még mindig így a közösségben részt vegyenek, és ilyen kellemes sportverseny, meg kellemes találkozót töltsenek itt el. Dombóvári Szívklub Egyesület most már 30. éve működik, és általában ilyen előadásokat szoktunk tartani, kollégák tartanak különböző témakörökből, de ezen kívül szoktunk kirándulásokat tartani, vagy ilyen szűrésekre elmegyünk, tehát ilyen különböző jellegű foglalkozásaink vannak, legtöbbször diabéteses betegségekről is szó esik, mindig van egy előadónk, és utána egy ilyen kötetlen beszélgetés. Úgyhogy ez így évközben általában így történik, és év végén mindig van egy ilyen karácsonyi klubest, amivel lezárjuk az évet. Közös helyszínbejárást tartottak az egyesület tagjai és a város vezetése augusztus 10-én. A bejárás során megtekintették a versenyek különböző helyszíneit, ezzel biztosítva annak sikerességét. Közel 10 sport és civil szervezet bevonásával, összefogásával 4 helyszínen valósulhat meg Dombóváron a kiemelt esemény. A program és a szervezők is számíthatnak Dombóvár város önkormányzatának támogatására. Hát azok kezdem, hogy eleve örömteli az esemény, Dombóvár esett a választás, és nyilván ez köszönhet annak az aktív egyesületnek, amelyet ugye Dombóváron a szívklubosok képviselnek. Vezetőkkel a tavalyi év során többször egyeztettünk, és azt gondolom, hogy könnyen hoztam meg a döntést, hogy igen, adjunk mi a helyszínt. Nyilván miután kínáltuk magunkat, meg is választottak minket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jól előkészített dolognak indul, de azt is látom, hogy rengeteg útvesztője van, hiszen 400 fő fog ide érkezni Dombóvárra, akik aktív résztvevő lesznek ennek az eseménynek, és ugye ez több helyen fog történni. Természetesen a sportegyesületek vezetői, a sportnás és civil tanács odaállt az ügy mellé, ők önkéntesként fognak egész nap tevékenykedni. Oktatási intézményünk is odaállt az ügy mellé, hiszen a belvárosi iskolában lesz az egyik bázisa, a másik bázisa az a Szuhaj Sportcentrum lesz, és nyilván itt az étrend éttermében fognak tovább zajlani az események. Nagyon örülöknek, hogy a Tekepálya és az Uszoda is hadrafokotva állapotban van. Ami ennél nagyobb öröm, hogy végre van egy darts klub is a városban, és dartsban is tudnak versenyezni az ide érkezők. Nyilván logisztikailag nagyon nehéz lesz, hiszen a szálláshelyet ennyi embernek nehéz volt megoldani, de azt gondolom, hogy a városban a
közszolgáltatónk, aki az utasszállítással foglalkozik, szintén felajánlott a segítségét, és szintén részt vesznek ezekben a munkálatokban. És amikor vasárnap reggel 9 órakor a díját adon átadjuk a díjakat, mosolygós és elégedett embereket fogunk látni, akik majd bánják, hogy jövőre nem vihetnek vissza Dombarába újból összemérni tudásukat. A rendezvény remek alkalom arra, hogy az ideérkezők megismerkedjenek Dombavár város értékeivel, és a város hírét is népszerűsítsék. Attalát és Göllét összekötő útszakaszt adtak át a hétvégén. A befektetés az ott élő közlekedése mellett a sok arra járó mezőgazdásznak is ideális javulást jelent. Megkönnyíti számukra a munkavégzést, mindezek mellett korszerű módon köti össze a két szomszédos vármegyét. Több mint 3 kilométeres utat adtak át a Göllét és Attalát összekötő szakaszon a hétvégén. Korábban egy földút nehezítette a közlekedést. A beruházás amellett, hogy a göllei lakosok számára jelentősen megkönnyíti a közlekedést, az erre járó mezőgazdasági gépek számára is nagy könnyebbséget jelent. Ez egy VP-s pályázat volt, amit megnyert Attala község önkormányzata is, és Gölle község önkormányzata is, hiszen két útszakaszról beszélünk, ugyan egybe folyik, de két önkormányzat két pályázatot adott be rá. Nagyon örültünk annak, hogy ezt megnyertük. Ezt az idei év folyamán, februárban kezdték el a kivitelezési munkákat, és hát viszonylag azt gondolom, hogy egy gyors tempójú munkát végeztek, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó mind a két település számára, hiszen nagyon sok gazda járt ezen, ez egy régi földút volt még annak idején, jó minőségben ugyan, de hát amikor fölázott és esősebb időszak volt, akkor nem igazán lehetett ezt használni. Tehát a gazdáknak is nagyon-nagyon jó, és hát nyilvánvaló, hogy a lakosság számára is, most már hallottam visszajelzéseket, hogy nagyon jó túraútvonalat próbálnak itt errefelé kialakítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból előnyös mind a két településnek az, hogy ez az út elkészült. Az út teljes hossza 3,1 km, ebből 1,4 Attala területéhez tartozik, a maradék 1,7 pedig Gölle község önkormányzatának a tulajdona. A jelenlegi út az 5,5 méter szélességben épült meg, fél-fél méteres patkaszélességgel, úgyhogy abszolút járható és nagyon jó kihasználható ez az út. 13 kilométerre vagyunk így Dombóvártól, tehát így a falu kikerült a zsáktelepülésektől. Mentő, tűzoltó, illetve a tömegközlekedést is próbáljuk most a volánnal rendezni, hogy közvetlen járat legyen Dombóvárra. Az új út Gölle szempontjából jelent lényeges előrelépést, hiszen a településre való eljutás eddig nagy nehézségekbe ütközött. Nem csak az ott élő lakosoknak, hanem a mentőnek, tűzoltóságnak is komoly kihívás volt megközelíteni a települést. Nagyon sokat egyeztettünk Attalával, hogy ez létrejöjjön. Októberben kezdődött el a maga a projekt. Most egy hónapja körülbelül akkor patkáztak, az utolsó simításokat végezték. Nekünk azért volt ez fontos göllei szempontból, mert gyakorlatilag a göllei zsáktelepülési jelleget megszünteti. A helyi gazdaságot Dombóvár közelsége, Kaposvár közelsége révén élénkítheti, és azt hiszem, hogy ha megnézzük ezt az utat, akkor láthatjuk, hogy egy biztonságos és komfortos közlekedés feltételeit teremti meg az itt közlekedők számára. És valóban talán mondhatnám azt, hogy kis lépés az emberiségnek, hogy egy nagy klasszikust idézzek, de hatalmas lépés Göllének és Attalának, és hatalmas lépés Somogynak és Somogy és Tolna vármegyéknek, hiszen egy új két megye közötti összeköttetés jött létre, amely nagyon-nagyon bízom benne, hogy a két megye jó kapcsolatát is tudja szolgálni, közlekedési szempontból, gazdasági szempontból, kulturális, társadalmi szempontból egyaránt. Az út egy újabb ponton köti össze Somogy és Tolnavár megyét, melynek fontosságát az átadón résztvevő Vicman Mihály országgyűlési képviselő és dr. Fehérvári Tamás megyei elnök is kihangsúlyozta. Egy régóta várt fejlesztés valósult meg ezzel a 3,6 kilométeres, 5,5 méter széles útnak, aszfaltos útnak az elkészítésével. Én emlékszem, évekkel ezelőtt terveztük már polgármester úrral, a göllei polgármester úrral, választókörzetemnek, ugye Somogyi oldaláról beszélünk, a tolnai oldala pedig ugye Attala, hogy ennek az útnak a létjogosultság rendkívül fontos lenne. Boldog vagyok, mert 570 millió forintos összértéken valósult meg ez a beruházás, és ennek a beruházásnak, a projektnek egy fontos része a göllei szárító
Dombóvárhoz vezető útnak, mint egy 640 méter hosszúságú útnak a felújítása is. Ez pedig azért fontos nekünk Somogyi oldalról, mert tehermentesítjük a kamionforgalomtól reményeink szerint a falut, tehát a kamionok a szállítóhoz ezen a felújított úton tudnak eljutni, és nem kell ehhez gyakorlatilag igénybe venni a falu belterületi útjait, ezáltal nyugodtabb és biztonságosabb lesz a falun belül a közlekedési feltételek megteremtése az ott élőknek. Több szempontból fontos, mert egyrészt ugye ez a vidék, ahol vagyunk, éppen három megye határa, nagyjából pár kilométer ide-oda, és azt gondolom, hogy a fejlődésnek a mozgatórugója mindig az, hogyha tartjuk a kapcsolatot egymással, segítjük egymást a pályázatainkban, segítjük egymást az ötleteinkkel, és egyébként itt a három megyénél ez nagyon praktikusan és nagyon jól működött. Hál' Istennek ez a kis útszakasz is megépült, amely az itt élőknek, itt dolgozóknak, az itteni telephelyeknek körülbelül 10-15, néhányaknak 20 kilométerre kerülőt is megszüntet. Úgyhogy azt gondolom, hogy szépen fejlődünk, és remélem, hogy a somogyi, baranyai kollégákkal együtt ez a térség Dél-Dunántúl lényegében egy komoly fejlődési szakasz előtt áll következő időkben. A több mint fél milliárd forintos projekt jelentősen megkönnyíti a helyi lakosok és az ott dolgozó vagy arra közlekedő teherautók, mezőgazdászok életét is. Hippokratész emlékérmet kapott dr. Tóth Mária dombóvári orvos. Az országos küldött közgyűlésen vehette át a Magyar Orvosi Kamara által alapított díjat kiemelkedő orvosi kamarai pályafutása alapján a belgyógyász szakorvos házi orvos. Ez alkalommal kerestük fel stábunkkal a legmagasabb orvos szakmai kitüntetésben részesült doktornőt. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen végzett, és akkor még ideggyógyász szeretett volna lenni. Dombóvára került, de ott nem volt ilyen állás éppen, viszont belgyógyászatból szerezhetett gyakorlatot. Közben beleszeretett ebbe a szakorvosi területbe, és végül így lett dr. Tóth Máriából belgyógyász szakorvos, majd házi orvos. Hivatása legszebb és legnehezebb pillanatait megosztotta velünk a doktornő látogatásunk alkalmával. A legfájdalmasabb mindig az a körzetben volt inkább, amikor ugye ott ismertem a betegeimet már nagyon, főleg a vége felé, és az egész családot, és hogyha ott halálos beteg volt valaki, az nehéz volt végig kísérni azon az úton. A legszebb, hát hogyha sikerült egy olyan beteget meggyógyítani, akiről én se gondoltam az elején, hogy sikerülni fog, az nagyon jó volt, nagyon jó érzés. Kiemelte Tamási főorvost, akinek magas elvárásai voltak a kórházban az orvosokkal szemben. A nyelvtanulás szorgalmazta a szakmai fejlődés érdekében. Ezért orvosi cikkeket kellett fordítaniuk. Legtöbben angol és német cikkeket fordítottak. Dr. Tóth Mária 16 évig volt önkormányzati képviselő. Akkor kaptam kedvet hozzá, amikor a körzetbe kezdtem el dolgozni, amikor a fiam 1 éves volt, akkor mentem ki a körzetbe, mert bár egy kicsit még szerettem volna otthon maradni, de akkor azt mondta az akkori kórházigazgató, hogy most muszáj elfoglalni, mert később 1 év múlva már nem biztos, hogy lesz körzetbe hely. És azért akartam a körzetbe kimenni, mert a férjem is ugye orvos, és rengeteget ügyeltünk a kórházba. Nagyszülők messze voltak, nem is tudtak volna vigyázni a gyerekünkre, és hát így úgy gondoltam akkor, hogy kevesebb munka lesz a körzetbe, vagy ügyelet legalábbis. De hát aztán nem egészen úgy alakult, ahogy elgondoltam, úgyhogy ott is sokat kellett később ügyelni, de viszont ott nagyon sokat tanultam a körzetbe. Tehát ott megismertem az embereknek az életét, ugye lakásba is rengeteget voltam a betegek lakásaiba, mert akkor még másképp működött a házi orvosság, vagy hát akkor körzeti orvosnak hívtak bennünket, tehát kijártunk gyakran a idős betegeknek a gondozása miatt, vagy hogyha valaki tartósan beteg volt, és nem akart kórházba menni, akkor otthon kezeltük őket, tehát akkor ez volt még a szokás. Így aztán nagyon sok beteg életébe beláttam, és rengeteg problémát ismertem meg akkor, hogy milyen segítséget lehetne mondjuk orvosi szempontból vagy szociális szempontból nyújtani a családoknak. Ezért lett képviselő. Jó pár dologban tudott is segítséget nyújtani. Nagyon jól haladtunk ezen a téren, rengeteg mindent. Olyan jó csapat volt az önkormányzatnál, hogy a képviselők között is, meg a dolgozók között is, hogy nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani. Úgyhogy például átmeneti
gondozóházat, ugye, mert az is egy nagy probléma volt, hogy amikor a beteg mondjuk eltörte a lábát, comnyaktörése volt, és ugye az lassan gyógyul, és hogyha nem értek rá a hozzátartozók vigyázni rá, hogy akkor mi legyen, hát hogy mivel hogy dolgoztak, nem tudták ellátni, mi legyen vele, és itt lehetett a maximum 3 hónapig akkor az elején, amit akkor hoztunk létre mi, az önkormányzat, meg az én csapatom, mert az egészségbizottság elnöke voltam soká. És hogy ott szakápolásba részesülhetett, ott is aludhatott, hogyha haza akarták vinni, akkor éjszakára hazavihették, de napközben mindenképpen ellátták. Akkor csináltuk meg a szociális gondozási hálózatot, az otthonápolást, hogy a nővérek kijárjanak a betegekhez, akik tartósan betegek és otthonukban tudják őket ellátni. Tehát ez mind sok pénz, meg pályázat, meg utána járás kellett, de hát ezeknek nagyon örültünk, amikor ezt létre tudtuk hozni, aztán később akkor a szociális otthonnak az átépítése, meg megújítása is sikerült, mert hát elég lerobbant állapotban volt, amikor hát én is megismertem ott a belső körülményeket, úgyhogy ilyenek, és ez nagyon nagy segítség volt a betegeknek, mert különböző klubokat hoztunk létre, ahol azonos betegségekbe szenvedők találkozhattak, és ott ugye szakmai tanácsokat is kaphattak, meg egymást is tudták segíteni, mert hát ugye látta, hogy nem csak az ő problémája, hanem ezen kívül még sok másik emberé is, így aztán az is egy segítség volt a betegek részére, aztán úgy éreztük, hogy ez fontos. Meg hát sok előadást tartottunk az idősek klubjában is, a nyugdíjasoknál, gyerekeknél az iskolában, tehát sok-sok ilyen dolog volt, ami nagyon fontos lehetett a későbbiekben, hogy könnyebben éljenek a betegek. Számos elismerést kapott különböző szervezetektől. Kezdetben volt a Vöröskereszt, abban is vállaltam munkát, mert az is nagyon fontos volt. Ott kaptam az első elismeréseket, meg a miniszteri dicséretet, amikor még a kórházi osztályon dolgoztam. Aztán később, hát igen, amikor a kórházból eljöttem, akkor az összes munkát, már közben is kaptam Szent Lukács érdemért, mert az ottani a szakrendelésbeli munkámért, meg egy ilyen úgymond életműdíjat kaptam, amikor eljöttem, ugye, hogy az összes addigi munkámért dicséretet kaptam, meg elismerést, és a kamarában is nagyon szerettem dolgozni, mert amikor a kamara még csak egyesület volt, ugye, hát csak a rendszerváltás idején lehetett újra, ugye, mert Hajdanában működött a kamara a két háború között, de aztán utána, 45 után megszűnt nagyon sokáig, és 89-ben egyesületi szinten működött csak, és akkor én annak a szervezésében is sokat ügyködtem, és elnöke is voltam, társelnöke az egyesületi kamarának, aztán akkor 31 évvel ezelőtt hivatalosan is megalakult az orvosi kamara, akkor is 2 cikluson keresztül én voltam a Tamási járásnak, meg ennek a körzetnek, akkor még 110 orvosunk volt, hát most jóval kevesebb van, mert egy csomó egyéb helyről bejáró volt, de azok az itteremben, kórházban, meg Tamásiban dolgozók voltak, voltam a kamarai elnökük, és hát nagyon sok mindent tudtunk megcsinálni. Nagyon jó baráti kapcsolat volt az orvosok között, összejöttünk, voltak társas programok, ahol egy kicsit ki lehetett kapcsolódni, meg akik ritkán találkoztak egymással, akkor ott vacsora közben beszélgethettek, úgyhogy ez is nagyon jó volt. A sok oklevél és érem között van egy vitézi rendtől származó elismerése is. Még 2010-ben a magyarságért tett szolgálataiért érdemelte ki az orvosnő. Van kétféle vitézi rend. Van egy, amit úgy örökölhetnek, mert az első világháború után alapították, hogy akik nagyon vitézül forogtak a harcban, azoknak az unokái is, tehát a gyereke is, meg az unokái is örököl, és akkor megkapta a vitézi érdemrendet, akkor tehát a háború végén, és kapott hozzá földet is, meg elismerést, tehát az egy jó pozíció volt, tehát hogy egy elismert volt, akit vitéznek titulálhattak, és annak a gyerekei meg az unokái is örökölhették ezt a címet, hogyha úgy döntött az a bizottság, aki ugye mindig megnézte, hogy ha valakit javasoltak a felvételre, hogy akkor az megfelel az elvárt kívánalmaknak, és aminek én saját jogon szereztem, mert van egy másik ilyen, hogy nemzetvédelmi tagozata is van a vitézi rendnek, ahol civilek, úgymond, tehát akiknek a családjában nem volt vitéz, hogyha az országért, meg a magyarságért
végeztek tartósan munkát, azok kaphattak ilyet, és én is ezért kaptam. Egy fia van, és 4 unokája. Férje, mint hallhattuk, szintén orvos. Sokat segítették és segítik egymást a munkában és az életben is. A Hippokratész emlékérmet, mely a legmagasabb orvos szakmai kitüntetés, az országos küldött közgyűlésen vehette át. A Magyar Orvosi Kamara által alapított díjat kiemelkedő orvosi kamarai pályafutása alapján a belgyógyász szakorvos, házi orvos, dr. Tóth Mária. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!